Hová megyünk? És kik leszünk? Mit csinálunk? És kit látunk? Ez jó móka lesz, ennyit tudunk. Gyerünk, cicák, hajrá! Gyerünk, Cilla, Milák, hajrá! Két és két. A nagy táncház. Mit akarsz ma játszani, Kit? Nem tudom, lássuk a dobozt. Nézd, Kit, egy gitár. És egy hegedű. Zenéljünk és rendezzünk táncházat. Jó, egy nagy vidéki csűrdöngölőt. Gyerünk, Cilla, Milák, hajrá! Kit és két hangszereikkel futott egy hatalmas tanyára. Tökéletes helynek tűnt a koncertjükhöz. Üdv, idegenek! Mit tehetek értetek? Rendeznénk a csűrödben egy táncházat ma este. Mi fogunk zenélni? Hogy ne! Hé, van odabenn papír és festék. Készítsetek egy plakátot, hogy mindenki tudjon róla a városban. Remek ötlet! Kösz, hölgyem! Gyere, Kit, készítsük el a plakátot. Biztosan mindenki eljön a táncházba, ha ezt meglátják. Kit és két nekilátott megfesteni a nagy plakátot. Annyira izgatottak voltak a koncert miatt, hogy nem vették észre a hivatlan vendéget. És te hogy vagy, Mamuci? Szerintem éhes. Hé, Sít! Ne edd meg az ecsetünket! Meg kell festenünk a plakátot! Hey, hadd abba! Azok a hangszereink! A koncerthez kellenek! Biztosan szereti a zenét! Ebéd! Gyertek enni! Hú, de éhes vagyok! Én is! Kit és két beszaladt, és leült megebédelni. Az étel olyan finom volt, hogy észre sem vették, mi történik odakint. Hölgyem, gyerünk itt! Nekünk dolgunk van! Jaj, ne! Oda a plakátunk! A festék és az ecsetek is eltűntek. Az éhes tehén lehetett az. Nem baj, plakát nélkül is lehet koncert. Két, eltűnt a hegedű! Az egér a föld alá vitte! És nézd! A tehén biztosan rálépett. A táncháznak annyi. Ekkor megjelent egy tétokzatos idegen. Mondjátok, mi a gond, kis cowboy pajtik? Nem tudunk táncházat rendezni. Hát, de mi történt? A plakátunkon dolgoztunk, de jött az ebéd. És befutottunk, de amíg ettünk, esett. És a plakátunk oda lett. De a hangszereitek még megvannak, nem? Nincsenek. Az állatok tönkretették. Éj, hát valamit tehettetek volna, hogy a holmitoknak ne essen baj a pupákok. Mégis mit? Az esőnek nincs megállj. Sem a pimasz állatoknak. Hé, értem már. Lehet, hogy az eső vagy az állatok ellen nem tehetsz. De elteheted a holmidat biztonságos helyre. Kösz, apa! Hé, honnan tudtátok? Próbáljuk meg újra, Kit, de most vigyázzunk, ne hagyjuk ott a holminkat, ahol elászhat. Vagy rálépnek. Vagy megrágják. Vagy ellopják. Most már értjük. Újra kezdjük. Kit és két fogták hangszereiket, és előről kezdték a táncházas kalandjukat. De most, amikor ebédidő lett... Ebéd! Gyertek enni! Már is megyünk! Csak előbb eltesszük a holminkat biztonságos helyre. Nézd, Kit, odakint esik. Jó, hogy mindent eltettünk. Amint elállt az eső, Kit és két befejezte a plakátot, és kitette, hogy mindenki lássa. És amikor eljött az este, a cicák úgy húzták a talp alávalót, hogy remegett bele a csűr. A szinkron a Jim Jam megbízásából a BTI stúdióban készült.
Hová megyünk? És kik leszünk? Mit csinálunk? És kit látunk? Ez jó móka lesz, ennyit tudunk. Gyerünk, cicák, hajrá! Gyerünk, Cilla, Milák, hajrá! Két és két.